Tisztelt képviselő úr, a kétszeri elnézéskérés az méltányos, de nem szeretném, hogy egyébként mindannyiunk által kedvelt csodálatos városunkról kezdenénk most vitát. Ez egyben felszólítás Mirkóczki képviselő úrnak, aki jelezte, hogy 2 percben kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, természetesen az idő rövidsége miatt nem térek ki mindenre. Annyiban szeretnék reagálni, hogy nyitrai képviselőtársam félreértett. Én nem pontosan így fogalmaztam, és nem egészen arra gondoltam, hogy Egerben a közbiztonság romokban van, viszont folyamatosan romlik, elég a hétvégét megnézni, egyetlen éjszaka alatt 3 fiatal hölgyet próbáltak meg megerőszakolni és kirabolni, ugyanakkor fölhívnám a figyelmet arra is, hogy amíg a készenléti rendőrség az önkormányzati választási kampányban 2 héten keresztül nagy létszámban ott volt Eger közbiztonság által legjobban sújtott lakótelepein, a választás napja után azonnal eltűntek. Köszönöm szépen!